van jelölve. Gréta szombat reggel nem pihenéssel tölti az idejét. A hétfői zárt helyi dolgozatára készül. Ő is pályázott a Nagyatári Diákokért Alapítvány ösztöndíjára. Tanulás közben látogattunk el hozzá. Gyere csak, itt van. Itt van, igen. Szofi. Szervusz, kutya. Most novemberben lesz 22 éves. Ebben az albéletben lakik édesanyjával. De amióta egyetemre jár, kollégiumban él Kaposváron. A gyógypedagógiai szakon tanul logopédusnak. Harmadéves vagyok, úgyhogy ezzel együtt 2 évem van vissza. Ha végzek, akkor itt Nagyatádon szeretnék elhelyezkedni. Leginkább a szakszolgálathoz szeretnék menni. Igazából, mivel Kaposvár nincs messze, minden hétvégén hazajárok, úgyhogy itthon töltöm a hétvégéket is. És hát az átlagom az szerintem egész jó, ilyen 4 egész körüli. Sajnos a karon kevesen kapnak tanulmányi ösztöndíjat, csak 4,6-os átlag fölött jár, meséli Gréta. Így aztán az egyetemi élet költségeit neki és családjának kell fedezni. Most, hogyha egy hónapot számolom, mondjuk 3 héttel, akkor ugye 3000 az út, meg akkor még a költőpénz, nekem anyukám szokott adni hetente 5000-et, úgyhogy azért általában ott azért el is fogy, mert hogyha a kajám elfogy, venni kell, a gyakorlathoz nyomtatni kell, ugye azt a könyvtárba pénzért, úgyhogy azért kell a pénz oda is. Ehhez még a kollégiumi díj is hozzáadódik. És persze a városban is sokat kell utazni, ami további költséget jelent. Jó, de egyébként Kaposvárban mondhatjuk, hogy egy olcsó város vagy. Igen, csak ugye az egyetem az kint van a város szélén, be kell buszozni. A buszjegy is 245 forint, hogyha előre megvesszük, a buszon drágább. És ugye az olcsóbb boltok bent vannak a városba, az 1/4 óra busszal. Így aztán ő is megörült, amikor megnyerte a nagyatári ösztöndíjat. Éppen most indul az ünnepélyes átadására. Jó, akkor Grét, én is tartalak fel tovább, mert szerintem lassan ugye indulnod kell. Igen, igen, mennem kell már lassan. Jó, akkor én kitalálok. Grétával együtt összesen 29-en nyújtottak be pályázatot az őszi szemeszterben. A tanulmány eredmény és a szociális helyzet alapján történt az elbírálás. A Városháza dísztermében tartották az ünnepélyes átadást. Viszont arra vizsgáztatta, hogy magát nem láttam az egyetemen. Dehogy nem, mert én voltam mindig jelkéstem, nem tetszik emlékezni rá? A rossz diákra mindig illik emlékezni, ugye? Az alapítvány kuratóriumi elnöke köszönti a diákokat. Már közel 3 évtizede támogatják a nagyatádi tanulók előmenetelét. 26 éve működik ez a alapítvány. Az alapvető cél az volt, hogy már akkor is látszott, hogy a továbbtanulás a családok nagy részénél nehézséget fog okozni, hiszen elindultak az albérletköltségek, a megélhetésköltségek, munkanélküliség is erősen befolyásolta a családoknak a lehetőségeit, és úgy gondoltam, hogy a Tárváros képviselő testülete, hogy valamilyen segítséget próbál nyújtani akkor a családoknak. Mert hát fontos az, hogy azt tegyük, azt valósítsuk meg itt Nagyatádon, amit a nagyatádiak szeretnének. Ez az ösztöndi is ezért van. Orma István polgármester köszönti a pályázatot nyert diákokat. Beszédében megemlítette azokat a városi fejlesztéseket, melyek a nagyatádi fiataloknak is lehetőséget teremtenek. Két dolgot szolgálnak. Értékmegőrzést és perspektívát adni Nagyatádnak, a nagyatádiaknak. Jövőt mutatni, jövőt építeni, jövőt megalapozni. Erről szólnak ezek az építkezések és beruházások. És azért fontos, hogy önök itt vannak, mert azt szeretném, hogy kötődjenek Nagyatádhoz. Amit a város vezetősége ma megtesz, azt a holnap utánér teszi, tette hozzá a polgármester. Ezután következett az ösztöndíjak ünnepélyes átadása. Banic Adrien, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Szakmához és Évfolyam. Jó tanulást! Ebben a fél évben 22-en nyerték meg az alapítvány támogatását. Önkormányzati forrásból, a Prólog alapítvány támogatásából, magánszemélyek hozzájárulásából és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból összesen 585.000 forintot sikerült az alapítványnak kiosztani. Diákonként ez 25-35.000 forintos támogatást jelent.